Hamász is ez, hogy ő elmondja, hogy ő nem akarja, hogy zsidók legyenek a világon, ő elmondja, hogy ő világuralom azt szeretne, ő elmondja, hogy aki nem igaz hitű, annak nincsen helye a világban, de hogy a nyugati világ ugye azt gondolja, hogy hát ezt nem gondolhatja komolyan, itt ez csak az érzelmek szólnak belőle. Hiába mondja az izraeli hadsereg, hogy a kéri a hívja, a szórólapon figyelmezteti, az interneten figyelmezteti, hogy a lakosság vonuljon délre, a Hamász elveszi az autókulcsokat, gépfegyverrel áll, hogy ne menjenek délre, mert neki az a fontos, hogy ne ürüljön ki az északi terület, ahol az ő fő bázisa van. Minimum számítás szerint 200 millió euró, maximum számítás szerint 600 millió euró megy évente európai adófizető pénzéből a palesztinoknak. Isten áldja a magyar kormányt, hogy 2015-ben meg úgy döntött, hogy nem tart igényt Magyarország nagyobb muzulmán közösségre, mert hogyha most itt élne nem pár száz, hanem pár tízezer vagy százezer muzulmán Budapesten, akkor abból biztos lenne pár száz, aki komolyan gondolná ezt az ideológiát, mert ezek az arányok abszolút igazoltak a Nyugat-Európában is. Heti hírmagyarázat és világmegfejtés a Mandiner munkatársaival és meghívott vendégeinkkel. Ez a Mandiner reakció. Folyamatosan frissülő tartalmainkért kérjük, iratkozzanak fel a csatornánkra. Kezdünk! Köszöntöm a kedves nézőket és a hallgatókat, ez itt a Mandiner reakció, Mandiner heti kibeszélő podcastja. Ezúttal Köves Lomóval, az EMIH vezető rabbiával, Szilvai Gergellyel és Kacsó Dániellel. Szervusztok, megbeszéltük a műsor előtt, hogy tegeződni fogunk régi ismeretségünk okán, úgyhogy ezt így tájékoztatásul rögtön az elején hadd helyezzem el, mint közérdekű információt. Igen szomorú témánk van, az élet hozta, és sok aspektusa van, amit talán érdemes elemezni vagy értékelni. Az Izraelt ért példátlan terrortámadás és az arra érkező reakciók meg annak következményei nyomán. Én egy személyes benyomással hadd kezdjem, van egy ilyen észrevételem, hogy talán a közösségi média révén sokan, különösen a nyugati világban szeretnek jó embernek mutatkozni, és azért bizonyos ügyek mentén általában ennek hangot adva megváltoztatják mondjuk a profilképüket. Gondolok itt arra, hogy bár nem sokan emlékeznek már a rohingyákra, akik mellett kiállt a nyugati világ, aztán beszéltünk a belarusz tüntetőkről, az egészségügyi dolgozókról a Covid idején, már rájuk sem emlékszünk idézőjelben, aztán itt voltak nemrég az ukránok, és jött egy újabb konfliktus, és nekem az volt az érzésem, hogy ha más nem is tudnak tenni mondjuk a nyugati közösségi média használó fiatalok és kevésbé fiatalok, de azért egy Dávid csillaggal vagy egy izraeli zászlóval ellátott profiképpel kifejezik a szolidaritásukat. Volt is ilyesmi, de aztán minthogyha ezt palesztin zászlóra cserélték volna. Tüntetések, megmozdulások nyugati egyetemeken, felszólalások, petíciók a palesztin nép a Gázában élők mellett, minthogyha megfordult volna a történet, minthogyha nem Izrael támadták volna meg. Kérlek, reagáljatok erre, hogy tapasztaltok-e ilyet ti is. Köszönöm szépen a meghívást. Hogyha ilyen gyászos és tragikus körülmények között is. Hát ez nem egy új keletű dolog sajnos. De itt azt hiszem, hogy most már az nem egy új keletű dolog, hogy az Izraellel szembeni erkölcsi iránytű az valahogy, mint hogyha teljesen össze lenne zavarodva. De ha valamikor, akkor talán most először teljesen összeomlott a nyugati világ egy részében ez a bizonyos erkölcsi iránytű, és a totális önfelszámolás irányába megy el. Tehát amikor az emberi jogok, elvileg az emberi jogokat képviselő, az emberi jogok nevében mozgalmi célokat meghatározó Black Lives Matter, tehát a Fekete Élet Számít nevű mozgalom, az nyíltan Hamász terrorista párti kiállást tesz nyilvánosan is, és a social médiában. Ugye ez azzal kezdődött, hogy a Twitterre kiraktak egy olyan képet, ahol egy olyan Hamas terrorista volt lerajzolva, akik ugye ezek a terroristák múlt szombaton részben ilyen sárkányrepülőkkel jöttek be, és például ezen a zenefesztiválon leszálltak a sárkányrepülőn, és lemészároltak több száz fiatalt. És ezt egy rajzban
kirakva, egy palesztin zászlóval megtoldva, és oda van írva, we stand for freedom, hogy a szabadság mellett állunk. Ez egészen döbbenetes, és hogyha ez nem lett volna elég, és mint hogyha ha valaki azt gondolta, hogy ez egy félreértés, utána azt hiszem, hogy a chicagói nem tudom, központjuk raktak ki, utána még egy hosszabb magyarázatot is kiraktak, és Black Lives Matter ilyen összejövetelek voltak a palesztinok mellett. Ugye természetesen én azt gondolom, hogy itt nem a palesztin-izrael konfliktusról van szó, hanem terroristák és Izrael és a nyugati világ és a normális emberek közötti konfliktusról, de hát ez egy teljes zavar. És az a baj, nem akarom most már az első kérdésedre eluralni itt a mikrofont, az a baj, hogy, egész nyugodtan hogy nincsen egy egyértelmű választóvonal, és a nyugati posztmodern, poszt-posztmodern közegben és médiában, és a politikai, főleg baloldali politikai mozgalmak egy részében olyan sokat belefektettek, és olyan erős szimbólummá vált ez a úgynevezett palesztin-izraeli konfliktus, hogy minthogyha nem akarnák észrevenni, hogy itt vége. A napnál is világosabb, hogy itt terrorista gyilkosokról, sátánista terrorista gyilkosokról van szó, akik egy pogromot csináltak, és nem lehet melléjük kiállni. Tehát lehetünk freedom fighters-ek, akkor pont a másik irányba kéne elmenni. És ez szerintem ennek sokkal mélyebb hatásai vannak, mint az, hogy most Izraelben mi lesz, vagy hogyan fog ez a konfliktus, hova fog eljutni. Erről biztosan fogunk azért még egy picit beszélni, de ha már a Hamas szóba került, hát nem véletlenül került szóba nyilván, sajnos főszereplő ebben a drámában. Mi is az ő céljuk? Mert ugye a Freedom Fighter-ökként idézőben jelenik meg, de ha jól tudom, az ő kartájukban már, ha van ilyen, vagy nem tudom, hogy hívják, alapokmányukban, nem feltétlenül a palesztin nép felszabadítása a cél. Ez egyetlen cél, igen. Hát ami én összesen nem, személyesen nem olvastam a kartájukat, de amit többször idéznek, és többször olvastam én is, mint idézet, az az, hogy a kartájukban benne van az, hogy, és ez teljesen egyértelmű, hogy Izrael léte, mint olyan meg kell, hogy szűnjön, de különben ugye az úgynevezett pro-palesztin tüntetéseken leggyakrabban kántált motto az az, hogy from the river to the sea, Palestine will be free, ami azt jelenti, hogy a folyótól, tehát a Jordán folyótól a földközi tengeri szabad lesz. Mitől lesz szabad? A zsidóktól. Nincsen helye Izraelnek, és hát hallottuk a magyar sajtó is, talán például a Mandiner, hogy az Index hozta le, hogy valamelyik ideológusok azt nyilatkozta, hogy ha mi leszünk világuralmon, akkor egyetlen zsidó sem lesz, és egyetlen keresztény áruló sem lesz a világon. Tehát a céljaik rövid távon Izraelt megtisztítani a zsidóktól, egy etnikai tisztogatással, és hosszabb távon pedig ugyanúgy a világ uralom, mint ahogy az ISIS, vagy bármilyen ilyen fundamentalista szektának a célkitűzés. És ez ellen nincsen. Tehát ez olyasmi, mint hogyha amikor Dresdint szőnyegbombázták, akkor valaki kiállt volna Amerikában, vagy Angliában, vagy a szövetségesek közül bárhol, és azon kezdett volna lamentálni, hogy szegény német gyerekek. Hát ezen nincs más eszköz. Uh-huh. Kicsit eszembe jut ezekről a nyugati figurákról, akik elhelyezik a profilképükön a palesztin zászlót, vagy akár a BLM-ről, az a naiva, aki a karikatúrában elmegy egy Hamas harcossal, LMBTQ és hasonló zászlókkal kitűzdelve és palesztin zászlóval, majd a feje gurul vissza a rétről, mert azért találkozik a valósággal. Tehát minthogyha valóban a palesztinokat és a Hamászt kifejezetten valami egészen másnak képzelnék el, mint ami valójában. És ez megint kinyit egy ilyen kicsit ilyen filozófiai vagy antropológiai vitát, akár a megismerésnek a drámája, hogy miközben többet tudunk a világról, mint valaha technika révén, meg eljut hozzánk bármi, ami akár Izraelben történik egy másodperc alatt, de mégsem tudjuk, hogy mi a valóság, vagy mi az igazság ezzel kapcsolatban. Azért, mert szerintem ők egyébként ez a világhatalom, mint cél, egy rossz akciófilm rajzódott ki előttem, csak sajnos nem akciófilmről van szó, de nyilván a nyugati világ azt csinálja, vagy hát a palesztin, vagy Hamász párti tüntetők és a többiek. Nekem az a szó jutott eszembe először, hogy aránytalanság, ha nagyon finoman akarok fogalmazni, meg diplomatikusan. Tehát, hogy értem a palesztin nép melletti szimpátiát is, de minimum ebben a helyzetben nem a aránytalanság emellett kell állni teljes erővel, miközben
épp a másik nép is a szabadságért küzd, vagy hát az izrael teljes joggal troll meg terrorista akciókat. Egyébként a nagyon filozofálni akarnak, akkor az igazságos háború elméletét előhozhatnám, hogy az egy hagyományos klasszikus felfogás, hogy ez hogy igazolja ezt, de mindegy, nem is ezt akartam mondani, hanem hogy a, hogy milyen érdekes, hogy a queer palesztinokért tüntetnek, igen, amit Magyarországon mindig furcsáltunk, hogy az LMBTQ mozgalmat összekbaszintják a bevándorló muszlimok mozgalmaival. Amit én úgy szoktam mondani, hogy egyrészt politikailag ez egy pillanatnyi érdekkoalíció tud lenni, egy darabig, utána szerintem aztán nem, mert utána egymás ellen fordulnak, vagy legalábbis hát nehezen tudom elképzelni a két csoport együttérését. Másrészt viszont ez mutatja a nyugati radikál baloldali világnak, mert ezt hozta fel ezt az egészet, az egybites gondolkodását. Tehát, hogy kizárólag az van, hogy vannak az elnyomottak, a felszabadítottak, és egyébként az elnyomottak között, akiket annak sorolnak be, aztán vagy így van, vagy nem, nem tudnak különbséget tenni, hogy mondjuk vannak olyan elnyomottnak beálltott csoportok, akik egyébként mondjuk nagyon ellentétes életmódot és világlátást képviselnek. Bár mondjuk a Kanadában egyébként pont volt ilyen konfliktus, LMBTQ muszlim valamelyik városban az év elején, hogy az LMBTQ csoport nem csak, vagy a muszlimok nem csatlakoztak a havi LMBTQ ünnepséghez, és akkor közöltek róla, hogy de hát azon múlik az együttérés kompromisszuma, hogy mindenki csatlakozik a másik ünnepségéhez. És így igazából a muszlimokkal értek egyet keresztényként, hogy persze, hogy csinálja mindenki a saját ünneplését, de nekem miért kötelező csatlakozni bárki ünnepléséhez? És ez kicsiben megjeleníti ezt a konfliktust, de szerintem a független attól, hogy queer palesztinokért tüntetnek világ egyes részein, ezzel a fő konfliktus ott Izraelben nem a queer palesztinok körül megy, ahogy Ukrajnában sem a transz ukránok körül. Hát nem tudom, a Hamas katonai hogy bánnak egy queerrel, hogyha létezik ilyen fogalom Palesztinában. Egyébként az elnyomottság kérdésre azért nekem az a személyes benyomásom, vagy az én értékítéletem ebben az ügyben, hogy nem Izrael nyomja el a palesztinokat, hanem a Hamas nyomja el a palesztinokat. Mondjuk Gáza egy elég erősen önkormányzó. Szerintem, aki rakéta kilőállomást tesz egy kórházba, az azt gondolom, hogy morálisan onnantól kezdve nem kérhet számon azon semmit, aki felé a rakétát onnan kilövi. Tehát, hogy nálam ez egy ilyen vörös vonal, de ez különösen a mostani esemény helyezte így előtérbe ezt a jelenséget. Hát Ha megengedtek, mind a két dolgra reagáljak, az egyik az, hogy én nem tudok jobb párhuzamot, mint a náci Németország. Náci Németországban is éltek nem nácik. Ezek részben a megfélemlítés okán, részben az agymosás okán hagyták, hogy a náci Németország csinálja, amit csinál. És nagyon hosszú ideig a nyugati világ azt gondolta, hogy biztos kell, hogy legyen valamilyen legitim érv, vagy valamilyen legitim, vagy valamilyen racionális érv, vagy magyarázat amögött, amit Hitler csinál, és amit akar. És hogyha ezt még odaadjuk neki, akkor nyugodt lesz. De nem és túl sokáig tartott felismerni, hogy nem. De nem tudtak róla úgy a szörnyűségekről akkor real time, amit a nácik elkövetnek, mint most a Hamas szörnyűségekről. Hát azért egy részéről tudtak, de úgy abban igazad van, hogy nem volt Facebook közvetítés, a haláltáborokat nem közvetítették Facebook live-val, és mondjuk konkrétan a haláltáborokat igyekeztek nem. Tehát eltakarni a világ szeme elől. De azért voltak olyan borzalmak, amiket tudtak, és hát Hitler elég egyértelműen mondta, amit mondott, csak senki nem hitte el neki. Hát nem gondolhatja komolyan. Le is írta a 20-as években egy híres könyvben. Igen, és, de hát ez nem gondolhatja komolyan, hát ez nem lehet. És a Hamas is ez van, ő elmondja, hogy ő nem akarja, hogy zsidók legyenek a világon. Ő elmondja, hogy világuralom azt szeretne, ő elmondja, hogy aki nem igaz hitű, annak nincsen helye a világban, de hogy a nyugati világ ugye azt gondolja, hogy hát ezt nem gondolhatja komolyan, itt ez csak az érzelmek szólnak belőle. Ez a dolognak az egyik fele. A másik fele pedig az, hogy amit mondasz itt, és amit elhangzott, hogy az áldozat, vagy az elnyomottaknak mindig igaza van, a sors fintora az, hogy sajnos a zsidóságnak ebben az egész filozófiai problémában, mint elszenvedő, egy komoly helye és szerepe van, mert ugye úgy kezdődött az egész, hogy a világ nagyjából olyan 150 évvel ezelőtt kifordult saját magából, kereste az iránytűket, jöttek az izmusok, jött ugye a két világháború, és annak a másik világháború egy totális kudarca a modernitásnak, és ebben a totális kudarcnak a
a szimbólumában is a fő áldozatai a zsidóság, akik a holokausztban ártatlan emberekként tömegében lettek legyilkolva. És mint ilyen szimbólum, amikor a világ keresi a második világháború után az erkölcsi helyezkedési pontokat, akkor azt mondja, hogy mindig az áldozatok mellé kell állni. És mi történik 80 évvel később? Ez a, aminek a kezdetben a zsidóság adja meg a akaratától függetlenül a legitimitását, hogy ott van az auschwitzi áldozatoknak a képe, és ez megteremti a legfontosabb erkölcsi helyezkedési pontot a nyugati világ számára, mert ugye isteni kinyilatkoztatás már nincs, biblia már nincs, vallás már nincs, semmi nincs, akkor mi az új vallás? Ez. És aztán a zsidók maguk át vannak pozícionálva, mert az van mondva, hogy hát tulajdonképpen persze, hát 80 évvel ezelőtt a zsidók voltak az áldozat, de most a zsidók az imperialisták, és ők a fehér elnyomók. Mert hogy Izraelben hát a palesztinokat őt nyomják el. Ami apartheid kifejezést előtt. Állam, és ami pedig teljesen abszurd, nyilván az együttélésnek a Közel-Keleten, egy ilyen múltú területen vannak korlátai, vagy vannak nehézségei, de hát az szerintem volt több olyan közvéleménykutatás, ami az izraeli arabokat megkérdezte, hogy ők Izraelben szeretnének élni, vagy bármelyik más arab országban a Közel-Keleten, és túlnyomó többségük Izraelben szeretne élni, mert nem kérdés, hogy Izraelben van vallásszabadság, nyelvhasználati szabadság, sok minden, ami egy nyugati országról van természetes, de az összes környező országban nincs. És akkor még nem beszélek, akkor még olyan országokról beszélek, mint mondjuk Egyiptom, Jordánia vagy Szaúd-Arábia, a Hamasz meg egy terrorállam. Tehát ott nem, hogy kvír, vagy nem tudom én, nincs semmi. Tehát hogy ott most például a mai hír ugye, hogy ez egy eltévedt rakéta sajnos egy gázai kórházat ért, de hát arról van szó napok óta az izraeli hírekben, hogy hiába mondja az izraeli hadsereg, hogy hívja, szórólapon figyelmezteti, az interneten figyelmezteti, hogy a lakosság vonuljon délre, a Hamász elveszi az autókulcsokat, gépfegyverrel áll, hogy ne menjenek délre, mert neki az a fontos, hogy ne ürüljön ki az északi terület, ahol az ő fő bázisa van, mert fontos, hogy élő pajsként használja ezeket a civileket. Ez egy terrorállam. Tehát itt úgy föltüntetni, mint hogyha itt két legitim álláspont lenne, erre mondtam azt, hogy ez a teljes erkölcsi kudarc. Szintén közérdekű közlemény, hogy szerdán beszélgetünk, tehát hogyha a publikálás megelőzően és a felvétel után kiderül valami, akár ezzel a kórházzal kapcsolatban, akkor itt most arra nem tudunk beszélni, de azt már tudjuk, hogy az izraeli védelmi erők bemutattak olyan felvételeket, amik erősen igazolják, és szinte kétséget kizáróan igazolják azt, hogy valójában éppen a Hamász rakétai, pontosabban az Iszlám Dzsihád nevű partner szervezet, vagy nem tudom, koalíciós partnernek a rakétái, egy közeli temetőből kilőtt rakétái találták el, nem is magát a kórházat, hanem annak egy parkoló területét, majd az erről készült felvételek bejárták a nyugati sajtót, ahol én úgy láttam, hogy szinte kritikátlanul vették át azt a narratívát, hogy bizony most Izrael immár civileket öl, és ennek következtében aztán a környező arab államokban nagyon erős tüntetések törtek ki, amelyek a saját vezetésüket arra egészen hátborzongató stílusban azt követelik a saját vezetésüktől, hogy álljanak ki a palesztin mellett, és menjenek háborúba Izrael szemben. Tehát itt már olyan potenciális következmények rajzolódnak ki, amik a teljes Közel-Keletet felboríthatják. Hát Irán már háborútámadásról beszél, mármint hogy arról beszél, hogy megtámadja Izraelt, hogy egy másik fronton, hogyha Izrael Gázába keményebb katonai akcióba kezd, körülbelül, tehát hogy akkor Izraelnek két frontos harcot kell majd harcolnia, ha jól értem. Esetleg még ugye ott van a Libanon, és akkor már négy front, vagy nem tudom, hogy számoljuk ott a határokat, de ebbe próbálják beleszorítani a lakosság is, vagy a lakosság egy része az arab kormányokat, illetve nyilván a Gázában is a Hamász. Szóval ez a kérdés, ez a mekkora csoportok egyébként. Meg ugye azért mondjuk a szaúdi uralkodó család és a szaúdi kormány nem biztos, hogy az a kormány, ami általában hallgatni szokott arra, hogy nem itt mondanak a tüntetők náluk, vagy a nép. Ez esetben reméljük, hogy most is így tesznek. És ez szerintem a Közel-Keletre úgy általában igaz,
Iránban vannak fura esetek, de tudom én, a népharag eltör egy rezsimet, és utána lesz helyett egy diktatúra és hasonló. Szóval... Hát volt ott a 70-esekben egy igen nagy elsöprés. Egyébként volt, ha már itt tartunk, volt egy béke folyamat, ami úgy tűnt egészen 2-3 héttel ezelőttig, hogy stabilizálja Izrael helyzetét is, és kiderül az, hogy valójában lehet együttműködni józanabb gondolkodású, a világról egészen más gondoló országok és Izraelnek. Ez most akkor ezt ad acta tehetjük? Hát egyértelmű, hogy a legtöbb elemző szerint, akit én valamire tartok, arról van szó, hogy ez az egész azért robbant ki, mert Iránnak elemi érdeke volt, hogy ez a szaudi-izraeli megállapodás, hogy az Ábrahám megállapodások bővítéseként ne jöhessen létre, mert az gyakorlatilag az ő legitimitását végleg alásta volna. Ugye azt kell érteni, hogy itt több fronton is küzdenek az említett közel-keleti vagy arab, illetve muzulmán államok. Ugye egyrészt van egy nagy történelmi, vallási, szunita-síta ellentét, főleg az öbölbenti államok és Irán között. És ugye ennek az egyik oldalán a fő erő az Irán, a másik oldalán a fő erő Szaúd-Arábia, akik mivel mindketten muzulmánok, ez egy bizonyos szempontból egy csoportba tartoznak, de bizonyos szempontból történelmileg, tehát Izraeltől teljesen, és Amerikától is teljesen függetlenül egymás esküdt ellensége. És egyébként milyen csak szabadna fel, milyen érdekes, ha az ember a térképre geopolitikailag a szunita és a síta állam, kb. Ugyanígy helyezkednek el egymással szemben, és ott van. Öböl két oldalán, tehát ilyen festményszerűen egymás ellentét tükörképe egymásnak. Így van, és ugye ennek ugye a Szaúd-Arábiának egyértelműen Irán sokkal nagyobb veszélyt jelent, mint Izrael, és Szaúd-Arábia szempontjából minden érdek arra mutat, hogy mondjuk az arab emírségek után ő is egy béke megállapodást kössön Izraellel. De ugyanakkor ezt nagyon nehezen tudja megtenni, mert nem annyira a népharag miatt, mert Szaúd-Arábiában nem nagyon van nép, tehát az ország méreteihez képest, hanem azért, mert ő a letéteményese Mekkának, ami a vallási központja a muzulmán világnak, és azzal kell számolnia, hogy az, amit csinál, azt valahogy a muzulmán, az egymilliárdos muzulmán közösséggel el kell fogadtatnia, hogy a legitimitását megtartsa. Ez Szaúd-Arábia problémája. A többi arab állam, ahol problémák vannak, elsősorban Egyiptom és Jordánia. Libanon az nem egy létező állam, mert gyakorlatilag a Hezbollah teljesen megette, és az etnikai konfliktusok az elmúlt 40 évben megették azt az államot. De Jordániában és Egyiptomban, ahol alapvetően nem törzsi alapon szerveződött az állam, hanem a brit mandátumok lejárta után egy mesterséges állam lett létrehozva, nagyon eltérő etnikai háttérrel, és egy katonai rezsim az, amelyik fenntartja a hatalmát. Annak viszont kell azzal számolnia, hogyha túl nagy a népharag, akkor akár meg is dönthetik a hatalmát. Tehát ugye erre az úgynevezett arab tavasz példát adott. Tehát a Sisi biztos, aki ugye egyiptomi tábornokból lett egyiptomi elnök, ő biztos, hogy sokkal jobban szeretné Izrael támogatni, mint a Hamászt. Csak zárójel, például Gázát Egyiptom nem akarta visszakapni, amikor Szalád békét követett Izraellel. És nem is látják szívesen azonnan érkezőket. És nem is látják szívesen, mert ugye az ő szélsőségeseiket gyarapítaná, de ezt nyilvánosan nem mondhatja. Tehát ilyen problémákkal küzdenek. Uh-huh. Jó, kicsit beszélünk még egy picit a nyugat reakciójáról, mert nekem furcsa volt, ahogy az Európai Unió, mint intézményrendszer reagált erre, és foglalkoztunk a Mandinen is több cikkkel azzal, hogy hova is megy ez a pénz, ami az Európai Unióból Palesztinában érkezik. És ugye nyilván az a mondás, és ezzel mondjuk morálisan nehéz is, bár így az elmúlt két hét tükrében minden összekavarodik, de nehéz mit mondani, hogy nyilván az ott élő szegényeket támogatni kell. És hát hivatalosan egy helyi egyetemre is szánna az Európai Unió ebből a forrásból is. Egy pillanatra úgy tűnt, hogy megakad, de aztán megháromszorozták ezeket a pénzeket. Lehet azt tudni, hogy kihez kerülnek egész pontosan, síró palesztin gyerekekhez, ha lehetek ilyen demagóg és leegyszerűsítő, vagy mondjuk valamit az egyetemről, amit már múlt héten is említettünk,
hogy ez a Gáza Iszlám Egyetem, igen, ennek ha igazak az információim, mondjuk így, vagy amit összegyűjtöttek a kollégák különbözőeken, akkor ennek azért elég erőteljes bekötései vannak a Hamászhoz. Tehát nem formálisan, vagy nem közvetlenül, de nem tudom, oda teszik a kiharcolt öreg profok, ott kapnak nyugdíjas állást, a pincében nem tudom milyen Hamász könyvtár van és hasonló. Most nem karikatúrát mondok, hanem ezek derültek ki. Szóval az a Gáza Iszlám Egyetemet például erőteljesen támogatta az EU a legutóbbi évekig, talán még most is, és a Erasmus program is benne vannak minden egyéb ilyesmi. Szóval az például... Amiben a magyar diákok most nincs, de ez csak egy lábjegyzet. Igen, a Gáza Iszlám Egyetem Hamasz bekötése, az nem benne van az Erasmus programban. Tehát, hogy na mindegy, izgalmas kérdések ezek. Hát szerintem egyébként nyilván annak az EU-s pénzeket hogy költ kell, megvan a maga ellenőrző folyamata, de azért ha valaki Gázában ezt tényleg fel tudja mérni, hogy melyik euró hova ment, hát én megemelem a kalapom. De lehet, hogy vannak, akik értenek hozzá. Én most láttam reggel egy ilyen kis összefoglaló videót erről, ami azt mondta el, hogy attól függ, hogy mit számolunk be, de a minimum számítás szerint 200 millió euró, maximum számítás szerint 600 millió euró megy évente európai adófizető pénzéből a palesztinoknak. Ennek egy nagy része a palesztin hatósághoz, tehát a úgynevezett cisziordáni területen felelős a államhoz, a Fatahhoz megy, de ennek egy jelentős része végül Gázában köt ki, és egy jelentős része terroristáknál köt ki, teljesen lekövethető módon, mert az történik, hogy mi őrület, de a PFS az minden, a palesztin hatóság minden terrorista családnak egy életjáradékot fizet. Tehát, hogyha egy terrorista börtönben van, izraeli börtönben, vagy meghalt a terrorcselekményben, akkor annak a családja az egy életjáradékot kap, részben ebből a pénzből. Ezt a Fauda sorozatban láttam, de nem voltam már biztos, hogy ez tényleg így ez van. Ez abszolút így van, és ez az egyik. A másik az, hogy az állami alkalmazottak, és nagyobb részben ebből vannak fizetve, ugye az állami alkalmazottak Cisjordániában, és az állami alkalmazottak egy másik entitáson keresztül Gázában. És a negyedik, hogy olyan dolgok is, mint például a palesztin, tehát nem is gázai, hanem a cisziordániai oktatási rendszernek, például azok a tankönyvei, amikről egy feketten-fehéren fel van tárva, hogy antiszemita propagandát tartalmaznak, azok is ebből vannak támogatva. Ebből egy egész olyan ideológiai rendszer van fenntartva, ami mind közvetlenül, mind közvetetten a Hamász terroristáit is támogatja. Akkor ez gyakorlatilag egy ilyen, mint a természetben egy körforgás, hogyha azt nézzük, hogy friss, szintén mai szerdai hír, hogy kiürítettek reptereket Franciaországban, és hogy az elmúlt időszakban komoly terrorcselekmények voltak Nyugat-Európában, akkor praktikusan ez az ott befektetett forrás visszaér Európába is, nem csak Izraelben áldozatai ennek a... Elég morbid, de tudom, elnézést is érte, de hogy valójában ez egy picit rámutat arra, hogy erre a nyugati vakságra ezzel a problémával kapcsolatban, hogy minthogyha ezzel még ugye a szembenézés nem történt meg. Ha már itt tartunk a még egy picit nyugaton maradva, vagy visszaugorva Nyugat-Európában, hogy az elmúlt években nagyon ti is kutattatok erről, illetve a Tettésvédelem Alapítvány egész pontosan kutatta az antiszemitizmus jelenségét Nyugat-Európában, meg ugye fölkutatott olyan eseményeket, atrocitásokat, amik a nyugati zsidó közösségeket érték, és nekem az a kép rajzolódott ki, hogy Nyugat-Európában életveszély lehet úgy zsidónak lenni az emberen, ez látszik is, míg mondjuk keleten vagy Magyarországon ez a veszély nem létezik, szinte nem létezik. Cserébe van egy ilyen szalon antiszemitizmus, ami hát szintén nem egy elegáns dolog. Tehát érdekes, hogy a Magyarországon, én most először látom mondjuk a közösségi médiában azt, hogy a virtigli antiszemiták azok milyen nagy mellszélséggel állnak ki a Hamász és a palesztin terror mellett. Ezt mondjuk a saját videóim alatti kommentekben is láttam, most az elmúlt héten igyekeztem minden nap föltenni valamilyen magyarázó vagy lelkesítő videót, ezeknek egy része elég nagy nézettséget kapott, és hát
egészen döbbenetes, hogy milyen kommentek vannak ott alatta. Én azt hiszem, hogy nagyjából ez egyébként így az előző mondjuk 15 évben, így 15-20 évben így erőteljesen lehanyatlott ez a magyarországi antiszemitizmus. De ezek szerint mindig vannak ilyen... De szerintem ez már egy új, ez már a posztmodern. Tehát az a fajta antiszemitizmus mondjuk, ami a 2000-es éveket vagy a 90-es éveket jelmezte, az tényleg már nem nagyon... Meg ez annyira nem szalonképes, tehát hogy az, míg politikusok... Meg nincs felhajtó ereme, nincs tétje. De visszatérve, amit mondasz, tehát hogy életveszélyes... Igen, tehát hogy az ember úgy végig gondolja, és ezt minden fórumon... Úgy svéd zászlóba is életveszélyes, vagy svéd... Focista Druckernek is életveszélyes, igen. De hát nyilván egy kipában... Egy vallásos zsidó az egy a legjobban targetálható élő célpont. És amikor mondjuk Londonban vagy Berlinben olyan több tízezes tüntetés van, ahol azt üvölti a tömeg, hogy halál a zsidókra, a Palesztina melletti tüntetés jegyében. Egy kis Allahu Akbarra megspékelve. Akkor és úgy, hogy ezt valóban halálosan komolyan gondolják, hiszen látjuk, hogy az elvtársaik mit csináltak pár nappal korábban, akkor az embernek borsózik a hát, hogy tényleg azért, és tehát a kollégáimmal beszélek, meg a barátaimmal, akik Párizsban vagy Brüsszelben élnek, tényleg egy túlélési stratégia kell ahhoz, hogy az ember vallásos zsidóként ott él. Hát nem véletlen, hogy több olyan hír volt, hogy ezekben az országban ilyen-olyan hivatalosságok azt mondták, hogy hát arra kérik a zsidókat, hogy vegyék le azokat a jellemzőket, amiről látni lehet, hogy ők zsidók. De ugye a legborzasztóbb, és akkor még ha megengedett, majd ezután még egy szóval Magyarországra is reflektálnék. Mindenképp. A legborzasztóbb az, hogy vannak olyan helyek, például Belgium, ahol még a zsidóság a saját fegyveres védelmét sem tudja megszervezni, mert a helyi törvények szerint fegyvere csak az állami rendvédelmi szerveknek lehet. Tehát kiállíthatsz egy őrt a zsinagóga elé fegyvertelenül, aki az első lesz, akit majd lelő az arra járó dzsihadista, és a rendőrség pedig normálvájzen nem biztosítja a védelmét a zsidó intézményeknek. Tehát nem véletlen, hogy itt több gyilkossággal is járó antiszemita gyűlölcsekmény volt. Magyarország ezzel szemben viszont az egy áldott állapot, és mondjam, én nem a feltételesek dacára nem szoktam nyílt politikai endorsementeket csinálni, de itt muszáj mondanom, hogy Isten áldja a magyar kormányt, hogy 2015-ben meg úgy döntött, hogy nem tart igényt Magyarország nagyobb muzulmán közösségre, mert hogyha most itt élne nem pár száz, hanem pár tízezer vagy százezer muzulmán Budapesten, akkor abból biztos lenne pár száz, aki komolyan gondolná ezt az ideológiát, mert ezek az arányok abszolút igazoltak a Nyugat-Európában is. Ehhez képest Magyarországon ugye volt múlt héten több izrael párti tüntetés, és amikor, vagy kiállás, és amikor be lett jelentve a dzsihád felhívására, hogy pénteken legyen harag napja, és a világon mindenütt legyenek úgynevezett pró-palesztin tüntetések, akkor azt kell mondjam, hogy a magyar miniszterelnök a tőle megszokott tűpontos megfogalmazása azt egyszerűen terrorpárti tüntetésnek nevezte, és ez tényleg így van, ennél jobban nem is lehet ezt megfogalmazni. Annak, aki nem éli meg a vallását külsőségekben is, annak lehet, hogy ez nem annyira kézzel tapintható, de nekem igen. Nekem abszolút kézzel tapintható, és én szeretném, hogyha például Magyarországon, ahol a családom az elmúlt 200 évben élt, nagyon sok borzalmat is megélve, de most így 2023-ban nem tervezném, hogy az én gyerekeim ne itt éljenek azért, mert valaki úgy gondolja, hogy halált a zsidókra. Ha már állami vezetők, nekem azért eszembe jut az Egyesült Államok is. Volt egy Donald Trump, és lehet, hogy lesz egy Donald Trump nevű amerikai elnök, akit ugye agresszivitással, feszültségek szításával és sok mással vádoltak politikai ellenfelei, polgárháborús helyzetet állított elő Amerikában, stb. Demokráciát lebontotta volna. Kapitólium ostroma kapcsán ugye még bírósági eljárások is vannak. Világban, igen, és hogy most mérleget vonunk, az ő idejében a legfurcsább dolog az volt nekem, hogy Észak-Korea diktátorával parolázott, vagy nem tudom, minek nevezzem azt, a inkább nekem ilyen médiaheknek tűnt, de azért ott is inkább a béke meg a párbeszéd irányába vitt el egy olyan konfliktust, ami valószínűleg sosem fog megoldódni, de ott legalább napi szinten nem halnak meg emberek.
De aztán jött egy utód Joe Biden, aki... aki hát ezt meg egy Donald Trump hozta... Az Ábrahám egyezményeket, amiről... Alatta írták rá legalábbis. Tehát a közel-keleti békéje felé is nagy lépéseket segített tenni az ott élő népek között. És érkezett Joe Biden, akinek az idején az orosz-ukrán háború kitört, jó, nem ő támadta meg Ukrajnát, de azért mondjuk a motivációs, orosz motivációk között, még ha a felelősséget nem is lehet átruházni, ott szerepelt az Egyesült Államok külpolitikája is, mint mondjuk provokatív valami, ami az oroszokat idegesítette. Mindegy, ennyitok ez Putyin felelőssége nyilvánvalóan, de ettől függetlenül valahogy csak Biden idején tört ki ez a háború is, egy régi konfliktus került ki megint, és ez a mostani véres háború is, nem is beszélve akár az örményekről, egy nagyon bonyolult kérdés lenne most az azeri örmény kérdést is idehozni, de hát ott is most realizálódott és fajult el egy konfliktus, tehát most akkor röviden szólva, jöjjön vissza Trump szerintetek, vagy egy bólogatással elfogadjátok, hogy felhoztam ezt a témát és nem kommentáljátok? Nehéz, hogy ugye ez, az történt a Biden alatt a hihetek amerikai ismerőseimnek, meg elemzőknek, hogy a neokon héják erítje visszatért a külügybe. És ott igazából most független attól, hogy most neokon vagy neolib, vagy hogy politikailag inkább demokrata, vagy inkább republikánus, a külpolitikai doktrina az visszatért ahhoz, amit a republikánus párt is sok ideig képvisel. Ez a világcsendőr. Igen, a világcsendőr doktrina, az Antony Blinken abszolút ennek a képviselője. Ezt annak idején le is írtuk el, és mondtuk többször, felhoztuk, hogy amikor a Blinken külügyminiszter nem lett még azelőtt, meg a választások alatt bejelentette, hogy már pedig kérek állítani az USA ugye reputációját a világban, mint nem ez a szavakkal mondta, de ez ott a lényege, mint csendőr. Aztán kivonultak Afganisztánból is. Csak ezt furán csinálják, egyrészt erősködnek, másrészt viszont puhánykodnak is, vagy nem tudom igazából, most kihetne ezt hosszan elemezni, de érdekes például, hogy ugyan az izraeli, tehát amikor gázai terroristák megtámadták Izraelt, akkor az izrael polgárokat azután nyilván a Bidenék első körben erőteljesen kiálltak Izrael mellett, de azért azóta bizonytalanabb nyilatkozatokat tesz például most az izraeli út kapcsán. Ez korábban az abszolút párt politikai elköteleződéstől független amerikai politikai térben nem fordulhatott volna elő, és sőt, ott még annyi muzulmán bevándorló sincs, ami mondjuk Nyugat-Európában politikailag nyomást gyakorol esetleg politikusokra, vagy később még nagyobbat fog gyakorolni. Képzeljük el zárójel Nyugat-Európában, amikor 10-15%-os muzulmán bevándorló népesség tovább növekszik, politikai párt lesz belőle, és majd 10-15%-os párt az simán a méregnyelve, vagy a koalíció, három pártos koalíciónak az egyik fő tagja, most akkor ott azoknak igenis lesz a befolyása arra, hogy mit mondhatnak a politikusok és mit tehetnek. Ez Amerikában nincs, de a demokrata párt, illetve a Vogue mozgalom, a demokrata párt és a Vogue mozgalom miatt, meg a demokrata pártnak a Vogue mozgalomhoz irányuló mozgásai miatt ez az abszolút pro-Izrael párti kiállás, ez mintha korábbihoz képest elodálódott volna. Filmen fogalmazzak. Hogy ne kell manifest politikai ásonást tenni. Ha már tettem egyet az előtt. Igen, akkor, de ha gondolod, akkor nyugodtan ez ügyben is. Én úgy tenném fel a kérdést, hogy jól látjuk el, és a Gergő ezt jól felvezette, hogy jobb volt Izraelnek Trump idején, vagy biztonságosabb volt-e. Most elmúlt hetek tükrében ez nyilván evidencia, hogy biztonságosabb volt, de hogy lehetette mindennek szerepe abban, hogy így alakult, hogy mint az Egyesült Államok egy picit, vagy csak a Biden adminisztráció úgy kezdte volna így levenni a kezét Izraelről, vagy az izraeli támogatást kezdte volna egy picit kevésbé komolyan gondolni? Hát ez nagyon összetett kérdés, mert ugye azt abban nem értek egyet, hogy a Biden, vagy legalábbis egy most szerdán beszélgetünk, tehát az, amit eddig a demokrata adminisztrációt csinált, az példanélküli pozitív értelme. Uh-huh. Tehát én még a Bidentől olyan beszédet, amit egyrészt végig lehet követni, de nem hogy csak végig lehet követni, és koherens, hanem érzelmileg is tényleg teljesen identikus, és látszik, hogy komolyan uh-huh. gondolja. Mint amilyen beszédet mondott egy-két nappal a terrortámadás után, még nem láttam tőle. Tehát, hogy ez mennyire az ő érdeme, mennyire a pártjának az érdeme, én inkább azt mondanám, hogy az meglepő, hogy most ennyire egyértelmű a kiállás Izrael mellett, mert ne felejtsük el, hogy a demokrata pártnak bizonyos szélső frakciói, azok már abszolút pro
terrorista pártiak és pró-palesztin pártiak. Ez a squad, a négy radikálból. Négyes fogat. Igen. És hát ez ezekhez tartozó olyan szervezetek, mint például pont a Black Lives Matter, amelyik végül is ideológiának sakban tartotta 2-3 évvel ezelőtt ezeknek a rivalgásoknak az idején az egész demokrata pártot, ugye emlékszünk a letérdelésekre és hasonlókra. Tehát én szerintem azt gondolom, hogy pont ebben az irányban meglepő az, hogy, vagy ebből a szempontból meglepő. Ami szerintem lényeges, és amiben van felelőssége, azt nem tudom, hogy van-e felelőssége ennek, konkrét ennek a terrortámadásnak, én azt nem hiszem, de azt gondolom, hogy a világ béke, vagy a közel-keleti béke szempontjából aminek én személy szerint nagyon fontos dolognak tartottam, és nagyon pozitívnak az amikor a Trump felmondta az iráni atommegállapodást. Az egy nagyon fontos jelzés is volt, és egy nagyon fontos finanszírozási csatornától vágta el a fundamentalistákat, úgy általában a közel-keleten. Most ennek a részt szerintem túlfeszítenék a mostani beszélgetésünket. Az viszont, hogy abban a pillanatban, amikor a demokrata adminisztráció visszajött, mint egy folytatásaképpen az Obama doktrinának, újra elővették ezt, és elkezdtek parolázni az irániakkal, az viszont a gyengessége lett. Tehát itt az összes dologban, amit említettél, nem az összesben, de sok mindenben valahol a gyengesség, és azzal különben ellentmondásban álló, de így még provokálóbb nagy arcúság ellentmondását látom. Tehát az, hogy kivonulunk Afganisztánból úgy, hogy az egész világ láthatja, hogy azokat, akik számítottak ránk, azok oly módon vannak cserbehagyva, hogy futnak a repülőgép után, és megpróbálják belekapaszkodni a repülőgép szárnyába, hogy emlékszünk ezekre a képekre, vagy hogy gyakorlatilag az a hadsereg, amit kiképeztünk, nem tudom hány trilliárd dollárból, meg felszerelés, az egy nap alatt van elkonfiskálva a talibán által, és ott tartunk, ahol tartottunk 25 évvel ezelőtt, az egyik oldalról. A másik oldalról viszont nagyon harcias kijelentéseket teszünk, akkor ez egy olyan együttállása a nagy arcúságnak és a gyengeség elének, ami kihívó keringőre. És én ezt látom problematikusnak. És akkor mindenféle, van más, mindenféle amerikai, belpolitikai vonatkozása ennek. Azok a, ugye van ez a, mi ennek az angol kifejezése, a hadipar, hogy uralkodik el a 60-as, 70-es évek óta az amerikai politikán, és hogy nekik érdekük az, hogy legyen háború, és hogy a fegyverek újra és újra eladásra kell. Én ezt nem tudom, hogy így van-e, de azt látom, hogy az tény, hogy Trump volt az egyetlen elnök, aminek azt mindenképp sikernek mondhatjuk el, hogy az ő 4 évében voltán az utolsó, vagy az utóbbi 40 évben az egyetlen elnök, akinek a 4 éves elnöksége alatt nem volt egy világra szóló harci konfliktus, amiben Amerika ne lett volna benne. Én amúgy különben híve vagyok annak, hogy Amerika a világ erős embere legyen, a világ serifje legyen, mert annak sokkal jobban örülök, mint hogyha mondjuk a Kína lenne az, vagy Putin, és azt hiszem, hogy ebben egyetértünk. Ebben mert az értékek tekintetében azt gondolom, hogy mégiscsak közelebb állunk egymáshoz, és inkább szeretnék Amerikába élni, vagy mint bármelyik másik említett országban. A kérdés az, hogy ennek mi a jó módja, és én azt gondolom, hogy és ezt most nem tudnám, vagy szívesen elmondom, de én bibliai értékre vezetem ezt vissza, hogy az erő felmutatása, de csak nagyon ritkán használása a legjobb módja annak, hogy békét teremtsél. Pont ezt akartam mondani, hogy az ellentétben, amit mondtál, hogy nagy arcúskodnak és közben gyenge jeleket mutatnak, a Trumpának a fordítottját csinálta, mert hogy ő nem sokszor állt elő fegyveres konfliktussal, vagy egyáltalán nem egy-két folyamatban ő volt persze, de ő nagy arcú volt, viszont erőt jutott mellé, és megmondta, hogy mintha a pszichológiai hadviselésben jobban nyert volna egy pont az ellenkező stratégiával. Hát ez olyan, mint amikor valaki torka szakadtából kiabál, és fenyegetőzik, az, és közben viszont más csinál, akkor az inkább nevetségessé tesz, vagy inkább azt a képet alakítja, hogy hát itt tulajdonképpen itt csak azért ez a gyengesség ellen és a félelemből kiabál ezért. Amikor meg valaki kimegy a játszótérre, és mutatja, és jól láthatóan az izmai nagyon szétfeszítik az ingét,
és közben össze-vissza beszél, és nem érted, hogy akkor most ezt lehet, hogy komolyan gondolja, amikor azt mondja, hogy, hogy kaptam egy levelet az észak-koreai elnöktől, nagyon szerettem, nagyon szép levél, és nem fog jól viselkedni, akkor, akkor átad a csapok, hogy akkor az azt mondja, hogy ez őrült, ez lehet, hogy komolyan gondolja. És még félelmetes is. Igen, tehát, hogy és közben meg van kiút, ha meg akarom, hogy tehát ha meg nem jól, ha meg jól fog viselkedni, akkor még a tenyerembe csap. Tehát megéri jól viselkedni. Tehát én valahogy ezt valahogy a Trumpnak minden őrültsége mellett pont ez az utcai harcos viselkedése és az ott tanult technikák, azok, amik úgy ösztönösen jöttek belőle, amik szerintem valahogy működővé, legalábbis úgy tűnik, hogy működővé tették a dolgot. Pár percünk van, ha lehet ilyen beszélgetésnek bármilyen pozitív kicsengése, akkor úgy tenném fel a kérdést, hogy a következő időszakra nézve láttok-e olyan reményt keltő, bármilyen fejleményt, ami abban az irányba mutat, hogy rendeződik ez a helyzet. És egyáltalán ez a rendeződik a helyzet, ez lehet, hogy csúnya kifejezés, mert nem is tudom, mit jelent az, hogy rendeződik ez a helyzet. Hát szerintem nyilván az, hogy a Hamász az mérges, az nem egy új dolog, vagy nem tudom, sok bennük az indulat, meg minden egyéb ideológiai közösség. Nyilván az izraeli fél teljesen érthetően fel van háborodva, és nagyok az indulatok. Ebben a helyzetben nehéz prudensen viselkedni. Nyilván gondolom, hogy Izrael megpróbál ehhez képest minél prudensebben viselkedni az emberi életek miatt is, meg a többi külpolitikai konfliktus miatt is, de hát na, nagyon nehéz az ügy, hogy teljesen köztesen fogalmazzak. Szóval nem tudom, hogy legjobb esetben szerintem pár hét, de igazából bármikor rendeződik a konfliktus, utána még sokáig füstölög a Közel-Kelet, mármint ugye, amíg kieresztik a gőzt mindenki. Tehát szerintem törjék én ezt a helyzet sokáig. Na. Én azt gondolom, hogy itt ez az egész kérdés jóval túlmutat Izraelen és Gázán. Uh-huh. Én szerintem egy paradigmaváltásban vagyunk, és ez a paradigmaváltás olyasmi, mint olyan jelentőségű, vagy ahhoz fogható a jelentősége, mint a szeptember 11-i ikertornyok elleni támadás. Paradigmaváltás biztos, hogy van Izraelben, tehát a társadalom hogyan gondolkodik erről az egész kérdésről, és szerintem paradigmaváltás van az arab és a muzulmán világban is, hogy mennyire akarják magukat azonosítani az iszlám fundamentalizmussal. És én nagyon remélem, és majdnem biztos vagyok benne, hogy Európában is van paradigmaváltás, mert ha nincsen, akkor ez még sokkal fájdalmasabb következmények után lesz csak meg. Tehát az, hogy Európa hogyan viszonyuljon saját magához, a saját értékeihez, ennek megfelelően az iszlámhoz, a közelkeleti bevándorlókhoz, az iszlám fundamentalizmushoz, és itt tovább. Fegyveres konfliktusokhoz. Okay. Ebben is szerintem egy paradigmaváltásnak egy fontos, és a történelemben vérrel beleírt fordulópontjánál vagyunk. Én nagyon remélem, hogy Izrael nagyon keményen fog válaszolni, és azért nagyon remélem ezt, mert ha nem, és ezt itt a beszélgetésünk előtt mondtam neked, hogy ha nem, akkor azt ugye lehet, hogy Magyarországon nem látjuk, de Izrael azzal a mondással jött létre, a modern Izrael állama, hogy azért vagyunk, hogy minden zsidót a világon megvédjünk, és hogy a holokauszt soha többé ne fordulhasson elő, és hogy egy zsidót ne bántassanak, vagy ölhessenek meg azért, mert ő zsidó. És Izrael ezt a mondást közben olyan szinten mondta, hogy azt mondta, hogy bárhol a világon lenne ilyen, mi kiállunk a zsidóság mellett. És ehhez képest, ez most kudarcot vallott, Izraelben egy középkori jellegű, mondjuk a kozákok vagy a tatárjáráshoz hasonlítható pogrom volt több tucat izraeli faluban a zsidó lakosság, ártatlan zsidó lakossággal szemben. Ha Izrael nem mutatja meg azt, hogy ez nem maradt következmények nélkül, és minden folytatódik többé-kevésbé úgy, ahogy eddig volt, akkor a létjogosultságát veszíti el a társadalom szemében. Világos. Hogy ez hogyan lesz, azt majd meglátjuk. Azt hiszem, hogy ez sajnos még téma lesz a következő hetekben. Mi is a Mandiner felületén igyekszünk lekövetni és hitelesen beszámolni az eseményekről.
Köves Romónak és Szilvai Gergőnek nagyon köszönöm, hogy ma tudtunk erről beszélni, a nézőknek, hallgatóknak pedig a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.